Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, 6. részéből olvasom a 20. és 21. verseket. Ezekkel a versekkel zárul az első levél. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, fordulj el a hazug módon, ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejedtek a hittől. A kegyelem veletek. Az apostol Timóteusnak azt mondja, hogy őrizd meg a rád bízott kincset. Majd eljutunk a második levélhez, ott kimondottan is megismétli, hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg, és az apostol is vallja, olvassuk majd, hogy hiszem, hogy a rám bízott kincset meg tudja őrizni a ma napra. Mi ez a rábízott kincs? Ez igazából az evangélium. A tiszta, élő, szabadító örömhír a Jézus Krisztusban kapott egyedüli szabadulás, üzenete és ajándéka. Nincs több megoldás, testvéreim. Próbálunk sajnos új utakat keresni. Emlékszem én is évekre, mikor valahogy megzavarta az én egyszerű hitemet a tanulmányaim dolga, és ez nem azért, mint a tanulmánnyal lett volna csupán a baj, hanem valahogy kikezdte azt az ajándékba kapott új életet és hitet az ellenség, és mint lelkész is próbáltam új utakat keresni, hogy ez, hogy mi totálkáros emberek a Jézus Krisztus keresztjénél, a bűneinkkel megjelenve bocsánatot kérünk, átadjuk magunkat, új életbe járunk, nem, itt valami szélesebb ível. Testvéreim, tele van ez a világ más megoldásokkal, és sehova nem vezetnek. Nekünk bizony, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy visszavezetett az Úr még fiatalon, és azóta is megtart ebben a kincsben. Nincs más, testvéreim, egyetlen megváltó Jézus, és egyetlen megoldás, hogy az Úr lesz az Úr az életemben, és én leszállok a trónról, és nem keverjük, kavarjuk jobbra-balra tanításokat, ötleteket, hanem engedjük, hogy ez az új élet, ez uralma alá vegye a mindennapjainkat, az életünk részleteit. És ha sokszor tanácstalanok vagyunk is, de megújulunk abba, hogy tiéd vagyok, Uram, igazíts el, és keresem, igédben keresem az egészséges tanításban a megoldásokat, az utat. Úgyhogy ne engedjünk, testvéreim, a lényegből, mert akkor mindent elvesztünk, borul az egész. Ha a Biblia nem Isten tévedhetetlen kijelentése, amelyet így akart nekünk átadni, ahogy előttünk van, akkor bajba vagyunk, akkor ötletekre vagyunk hagyatkozva. Ez igenis az életnek, az örök életnek a beszéde, az örökkévaló Istentől, a mi számunkra.
és a megváltónk sincs. Senki más. Egyedül Jézus. És az utunk is. Vele ér célba. Nagyon hálás a szívem, hogy vallhatom a testvéreknek is, most már 78. évenben járva. Se égen, se földön, se föld alatt nincs más üdvösség, nincs más életút, igazi, egyedül Jézusban, amelyet Isten adott nekünk, és amelyről a Szentírás alapján bizonyságot tesz, és emberek millióit segítette már eddig is új életre. Ha téged is, és engem is áldott legyen az Isten neve érte, a kegyelem veletek.